Vissza. Szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy barangolás Európában rész lesz, és ma Olaszországba fogunk ellátogatni ezzel a két könyvvel. Ami Elizabeth Tagnontól az Olga a papírlány sorozat első része, a különleges utazás, illetve második része a Jum a sötét szerzet. Ezeket a könyveket a Móra könyvkiadótól kaptam recenzióba, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Ez a szerző valakinek ismerős lehet, hogyha olvasta a Ferjó sorozatot, vagy a Witch könyveket, képregényeket, azt hiszem még azt írta a szerzőnő. Én ezeket nem olvastam egyiket se, viszont én ezt olvastam, az Olga a papírlány könyveket. Mi meglepő. Oké, meleg van, és így nem funkcionál úgy az agyam, hogy kellene neki jelenleg. Valószínűleg ki lehet találni, hogy ezek gyerekkönyvek, tehát ilyen kisebbeknek való könyvek, ilyen általános iskola alsó tagozatosoknak körülbelül. Nehéz megmondani, hogy miről szól ez a két könyv, mert sok mindenről. Nagyjából az a sztori, hogy van a címszereplőnk Olga, és ő egy olyan kislány, aki történeteket mesél a falujában lakó embereknek, a barátainak, és az ilyen külön dolog, hogy most erről ki hogy vélekedik így a történetben magában, de a lényeg, hogy gyakorlatilag így két szálon fut ez a két könyv, tehát van az a szál, ami így a jelen, a valóság, és van az a szál, amiben Olga történeteit hallgatjuk. Na most az a helyzet, hogy ezt mindenki el tudja magának dönteni, hogy szerinte Olga, az Olga által mesélt történetek, azok kitalált sztorik, vagy valóban Olga átérte őket. Erről a könyvekben is folyik vita. Ebben az első részben Olga egy másik Olga történetét meséli, vagy a sajátját, ki tudja, amiben az a különlegesség, hogy abban konkrétan egy papírlány utazását nézzük végig, ezt meséli el. A Jum a sötét szerzetben pedig erről a bizonyos Jumról mesél történeteket, aki a sötétséget, a félelmet és ilyen negatív érzelmeket jelenít meg, szomorúságot, ilyeneket. Na most, ami különleges ezekben a könyvekben szerintem, hogy nagyon jól ad át tanulságot. Tehát, hogyha ezt mondjuk így egy kisebb gyereknek valaki felolvassa, vagy elolvassa magától, mert azért elég nagy betűsen van nyomtatva, jó tanulságokat talál benne, tehát ebben például így a legfőbb dolgok például az, hogy így ez a fogadd el magad úgy, ahogy vagy, meg hogy nem kell megváltoztatnod magadat azért, hogy teljes értékű emberi lény legyél. Ebben pedig, hát ebben többféle van, mert hogy itt sokkal több különálló, de Jummal összefűzött történetet mesélnek. Szóval ebben ilyen gyászfeldolgozásról szóló történeteket mesél Olga, és gyakorlatilag ezeket a történeteket, ahogyan ő meséli, az hatással van a többi szereplőre is a könyvben, akik magával a kislánnyal laknak egy helyen, és ők meghallgatják ezeket a történeteket. Rájuk hatással van az, amit Olga mond. Hát az első részben vannak ilyen szép színes illusztrációk is, amik egyébként nekem nagyon tetszettek. Ha sikerül ott kinyitnom. Ilyen papírkivágások, mint hogy ugye egy papírlányról szól. A másodikban már nem voltak ilyenek, ott csak ilyen fekete-fehér illusztrációk voltak, amik közül most biztosan találok ilyenek. Ami még a másodikból én így szóvá tenni, hogy az első könyvben az a rész, amit Olga maga mesél, más betűtípussal van, mint Olga jelene, mondjuk így. Tehát más betűtípussal nyomtatták. Na most az első könyvben sokkal olvashatóbb volt a betűtípus, mint a másodikban, mert ebben sokkal ilyen kézírásosabb betűtípust választottak, amit például én nehezebben is tudtam kiolvasni, mint az első részben. Ez csak egy ilyen kis megjegyzés. Szerintem nagyjából összefoglaltam ezt a két könyvet. Engem igazából egy icipicirit untatott a maga a történet.
nem szippantott be ezzel, igazából nem tudok mit csinálni. Vele most így járt a sztori, de ez nem jelenti azt, hogy mással is így fog, mert amúgy meg érdekes a felvetés, érdekes a kivitelezés, és tényleg nagyon jó dolgokról van szó a könyvben, szóval ami az abszolút tudom ajánlani, csak nekem most nem feküdt annyira. Úgyhogy ezzel a két könyvvel akkor az olaszországi barangolást is kipipálom a listámról. Most nagyon hasítok a barangolásokkal, tudom, nagyon sok videót is tudok most csinálni, de nem baj, haladok. Legalább nem úgy van, mint eddig, hogy fél évente egy videó jön ki. De ami nagyon szépek szerintem a borítói, nagyon szép könyvek. Egyébként ezt még így mondom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!